Sziasztok! A mai videóban velem van Ari, velem köszönhetsz a művelyre. Hello! Egy közös videót fogunk elkészíteni. Nagyon izgalmas és vicces lesz, remélem. Ez egyébként az 1-2-3 kihívás, ugye a 1-2-3 challenge, aminek az a lényege, hogy még Ari se tudja, hogy vannak kérdéseim, amiket leírtam, és 1-2-3-ra kell rá válaszolnunk. És igazából az a lényeg, hogy mind a kettő ugyanazt válaszoljuk. Hát egy ilyen, mennyire ismerjük egymást, mennyire ismerjük. Elég veszélyesnek tűnik. De nagyon mókás. Nézd a kérdéseket. Én egyébként tudom a kérdéseket, hogy ez egy kicsit csalás, de nem gondolkoztam rajtuk. Aha. Tényleg? Jó, kezdjük is el. Első kérdés. Ha összeházasodhatnék egy filmsztárral, ki lenne az? És erre kéne ugyanazt rávágnom? Igen. De hát nem, ha én. Ja, ha te. Ha te. Ja. Ha jó, én, hát ezzel van, ha hittem... összeházasodhatnék egy hát... filmsztárral, ki lenne? Ja, jó van, oké. Egy, kettő, három. Ashton Kutcher. Ezt sejtettem, hogy ugyanaz lesz. De a következő. Ha te összeházasodhatnál egy filmsztárral, ki lenne az? Ez nagyon nehéz. Jézusom. Ugye? Én se tudom. Erik. De még te se tudod. Jó. Megvan? Hát... nem hiszem. Várjál. Jó, hát én gondoltam erre. Nem hiszem, hogy ezt fogod mondani. Biztos, hogy benne nem, de... Jó, legyen. Hát, egy, kettő, három. Reese Witherspoon. Nem tudom. Nincs egy olyan... Hát senkivel nem házasodnék össze, úgyhogy nem is... Jaj, olyan. De... Oh. De még Reese Witherspoon, mert ő hasonlít rám. Még gondoltam rá is, de igazából majdnem Heath Ledger mondta. Ha egy híresség lehetnél, ki lennél te? Ha egy valaki? Ha egy híresség, egy. Egyetlen híresség. Nagy, de nehéz. Mehet. Várjál. Jó. Egy. Kettő, három, ninja! Lett volna másik! Jack White. De gondoltam, nem tudom, valamilyen ninja. Nekem valamilyen ninja eszembe se jutott, pedig tök egyértelmű valahol. Igen. Nem, egyébként ninja lennék nagyon szívesen, ez tény. Na, ugye én de Jack White is tök szívesen azt lennék, igen, illetve Tarantino is nagyon szívesen lennék. Na, Quentinre nem gondoltam, de még mindenféle Batmanre, hogy... meg ilyesmit gondoltam, aki a Batman-t játssza az ja, Christian Bale. Nem, mert színén inkább lennék rendező, de az van, hogy szerintem a legjobb zenésznek lenni, úgyhogy. Hát igen. Na, ha egy híresség lehetnék, én ki lennék? Na, te egy híresség lehetnél? Én tudom. Úristen. Mehet, de férfit is mondhat? Hát lehet, de nem. Nem valószínű, hogy férfit fogsz mondani, jó? Oké. Férfit, nem is gondoltam. Fentükbe, elvettem gyorsan. Ki volt az? Eminem, de... Egyébként nem, én nem szívesen lennék. Jó. Na, mehet? Uh-huh. Egy, kettő, három. Natalie Portman. Nem szeretem Beyoncé-t. Jó, akkor a következő kérdés. Ha leugrom a boltba tejért, és úgy döntök, hogy hozok neked valami édességet, mi lenne az? Egy, kettő, három. Oreo! Snickers. Az mindig azt teszel. De nem eszem mindig Snickers-t. Igazából nem is tudom, mikor ettem utoljára Snickers. Bár nem rossz a tip, mert én meg talán azt szeretem a leginkább, de én azon az elven indultam inkább, hogyha hozol nekem valamit, az nyilván valami olyan, amit te is szeretsz. Jó, hát ez mondjuk. Igaz. És igazából ez az Oreo. Jó, hát van benne valami. Te leugrasz a közétbe tejért, milyen édességet hozol nekem? Egy, kettő, három. Oreo. Gumicukor! Hát egyértelmű ezek után, hogy Oreo volt. Jó, de az is egyértelmű, hogy a gumicukor a kedvenc édességem. Kedvenc édességem? Hát igen.
Hány százalékát csinálod meg a házi munkának a te véleményed szerint? Szóval... Te. Én. Te hány százalékát csinálod a házi munkának szerinted? És akkor most azt hiszem, hogy nekem is úgy kell válaszolnom, hogy te szerinted mennyit csinálsz. Tehát, mintha az én fejem meggondolkoznál? Igen. Hogy te vagy az, aki... Te vagy én, aki szerinted... Igen. Hogy te azt mondanál, hogy én mit gondolok. Igen. Hát jó van, akkor ez megint csak valószínűleg pont ugyanaz lesz. 1, 2, 3, 50! Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Hát ez így van. Ez 50, az teljesen igaz. Jó, és hány százalékát csinálom én a házi munkának szerintem? 1, 2, 3, 75! Van. Közel jár. Nem rossz ki. De mindegy, ebben ne is mennyi. Nem, ez így van, mindegy. Aha. 9-es kérdés. Ha választhatnál egy dolgot, amitől megszabaduljak, mi lenne az? Ha én választhatnék valamit, amitől te megszabadulj, az mi lenne? Nem, ha te választhatnál valamit, hogy én mitől szabaduljak meg, akkor hát igen, mi lenne ezt az? Jó. Ja igen, és én is azt mondom. Jó. Esélytelen. Jó? Ezért mondjuk. 1, 2, 3. Telefon! A telefon! Elvennéd tőlem a telefonom? Nem venném el, de ez milyen kérdés? Jó, figyelj! Hát, miért például mondhatod volna sok köröm lakat, mert mindig megkérdezni, hogy milyen színű legyen, és gondolom az idegesít, és hogyha mondjuk egy darab lenne, akkor soha nem kérdezni meg, hogy valami. Köszönöm, hogy a telódat meg állandóan nyomkodod. Hát... Jó, oké. Következő kérdés. Ha választhatnék egy dolgot, amitől megszabadulj, mi lenne az? Jó, mert... 1, 2, 3, a PS! Visszakaptad, tessék. Kidobatnám veled. Minden érzés nélkül. Mi lesz ennek a videónak végre? Mi a legtöbbet ismételt mondatod, vagy kifejezésed neked? Nekem? Jó, én tudok egy. Én tudom, szerintem. Én nem tudom. De ezt az ember nem figyeli magán. Hát azért... Igen. De. Vagy de egy szó. Hát vagy kifejezés. Vagy kifejezés? Hát jó, mehet. 1, 2, 3. Vágottessem! Vágottessem. Ja, hát igazából ugyanaz. Jó, én is ezt akartam azt mondani. Jó, ez végül is pont. Vágottessem, vágott papám. Igen. Jó, ez. Fogadjuk el. Na és akkor a következő, mi az én legtöbbet ismételt mondatom, vagy kifejezésem? Jó, mondjuk így. Tényleg nehéz. Ugye? Na, hát gondolj bele. Én is gondolkozom a tiéden. Jó, megvan. Egy, kettő, három. Léci. Ha már itt vagyunk, bemegyünk a rossz mamba? Léci. De nem, ez nem. Én gyakran sokkal előfordul. Többet mondok más dolgoknak, mint ezt. Jó, Léci. De vicces volt. 13-as. Melyik káromkodást használod a leggyakrabban? Én? De. Szabad ilyet mondani? Hát majd kisípolom. De hát ez a kérdés. Nem én találtam ki. Szerintem tudom. De nem tudom, nem számolom. Nehéz én lenne. Se, de... Valószínűleg van egy, amit gyakrabban használok, mint a többi. Nem, mint a sokat kárunkodnál egyébként. Egy. 1, 2, 3. Jó. Jó, és akkor most mi az, amit én használok a legtöbbet? 1, 2, 3. Baszkikám! Baszkikám, igen, tényleg. Mi a kedvenc filmed? Nekem. Jó. 1, 2, 3. Ponyvaregény. Ponyvaregény. Igen. Cupi? Azt én nem láttam. A ponyvaregény. Pedig jó film. Elhiszem. Mi az én kedvenc filmem? Legkedvencebb filmed? Sok van. De hát... Nem tudom a címét sem. Pedig tudom, hogy mondasz majd. Sok van egyébként, de...
De van egy, amit különösen, illetve több, amit különösen, de most így legelőször ez jutott az eszembe, úgyhogy ezt fogom mondani. Mm-hmm. Jó, remélem eltalálom, bár nem tudom a címét, majd inkább elmondok ismertetőjét. Vagy... Jó, az is jó. 1, 2, 3 Szerelmünk lafiai. Ja, amiben Ryan Gosling meg Rachel McAdams, nem. Én azt akartam mondani, amiben a... De egyébként ez voltam, vagy hát nem, én a másikra gondoltam, a Channing-esre, de nem arra. Kedves John. De amúgy nem arra gondoltam, hogy te azt fogod mondani. De én meg arra gondoltam, amiben az Ashton meg a Brittany Murphy elmennek nyaralni. A szakító próba. A szakító próba, iszonyú. Az jó nagyon film. Jó film, az nagyon jó film, igaz, az is nagyon a kedvencem. Csak az a Szerelmünk lapja azért egy kicsit mélyebb, komolyabb hangulat. De igen, az is nagyon szeretem. Egy meteorit csapódott a földbe a közelben, már minden fontosat megmentettél, miért mennél vissza? Tehát te már minden fontosat megmentettél. Tehát PS4-nél kim van, te is kim vagy. De azért a PS4-et mondtad először, jó? És igen, és hogy miért mennél vissza? Szóval, hogy már minden fontos meg van mentve. Minden fontos meg van mentve. Uh-huh. Jó, de várjál, számomra például a PS4 az egy ilyen szituba olyan lenne, hogy az nem tűnne olyan fontosnak, hogy kivigyem abba a pillanatba, de lehet, hogy akkor... De kivinné az összes játékkal együtt? De nem tudom, hogy mi az a pont, ahol fontos és nem fontos valami egy ilyen szituációban. Igen, ez de... egy kicsit így fura. Egy, kettő, három. Voldemort pálcája. Miért? A Voldemort pálcája az bőven olyan fontos, hogy már rég kivittem volna. Az Xbox az pedig egy... Miért az Xbox 360-at? Nem is elmondom, éppen ez az. Arra vagy szó, hogy olyan dolog, ami nem fontos. Na jó, viszont de azért sok... a Voldemort de... pálcája sem annyira fontos, hogy az első körbe kivinnéd szerintem. Hát jó, nem az első körbe, de hát... Hát de hogy Jó, a kérdés. Nem ért föl, mondjuk a MacBook-kal vagy a PS-sel a Voldemort pálcája. Mindegy. Nem ér föl egyértelműen, jó, akar... de valószínűleg már kell zsebembe lenne, amikor megyünk kifelé. Jó, a következő kérdés ugyanez, csak az Xboxhoz hogy... viszont most már egyáltalán nem használom, de érzelmek kötnek. Mert hogy nem érzem, sok emlék. És ezt akkor nem úgy lennék, hogy megmentem. Még nem is jó, működik túl. Jól van, elfogadom a válaszodat, de hogy mi lenne az, amit én mentenék ki, hogy már minden fontosabb kivittem. Én miért mennék vissza? Én tudom. Minden fontos kint van, akkor kint van már a Lulu, kint vannak a sminéim, kint vannak a családi képek. Ez nem... Ugye? Borzasztó. Ó, jó. 1, 2, 3 Volt! iPhone 4-es. Nem. A plüss volt, értél vissza. Én az előtt saját logikám alapján mentem. Jó, hát az én is lehet, hogy azt is közben magamhoz kapnám, de volt ért mindenképp visszajönnék. Ennyi időt nem is ér meg ez a kérdés, hogy borjunk. Jó, igen, ez az utolsó. A mondás, hogy az ellentétek vonzák egymást igaz, mert én és a barátom, vagy barátnőm különbözünk, és ezt be kell fejezni. Hogy miben? Jó. Én tudom. Egy. Mehet? 2, 3 A filmes és a zenei ízlésünk. Azért nem akartam ezt mondani, mert van néhány, igen, ami különböző, de közben nagyon sok van. Amit ugyanúgy mind a ketten nagyon szeretünk filmből és zenéből. Van jó néhány, amit ugyanúgy szeretünk filmből és zenébe is, viszont nagyon-nagyon sok van, ami teljesen különbözik. Igen, de ezáltal csomó olyan filmet nem tudok megnézni, amit amúgy megnéznék, de te is nyilván csomó olyan filmet nem tudsz megnézni, amit amúgy megnéznél, mert egyszerűen nem... Mert nem. Jó, és a zeneileg is csak így van. Csak én olyat akartam mondani, olyan... amiben itt tényleg teljesen különbözünk. Ja, mert figyelj, ebben eléggé különbözünk szerintem. Vagy nem tudom, lehet, hogy csak nekem fontos, mert én ilyen elvetemű filmrajongó vagyok. De ez nem az, hogy baj vagy bármi, csak ja, egyszerűen annyi van, hogy... Épp ezért tök más. Te imádod a limonádé bugyot, a Harry Woody filmeket. Én meg szeretem a borzasztóan komolykodó igen, de azokat is szeret. Illetve a horror ízlésünk az megegyezik, tehát az tök jó, meg ilyenek, meg vígjátékban is nagyjából, de például már sorozatban egy csomó olyan van, amit szerintem tökre érdemes lenne látnod, de nem vagy hajlandó megnézni. Illetve így nyilván egy csomó olyan van, amit szerintem benne érdemes. De az is sorozatból is.
menni. Nem feltétlenül érdemes, de hogy néznéd velem, de én meg úgy nem vagyok annyira hajlandó. És zene, a zenébe pedig hát ez is megint csak hasonló, hogy van egy jó pár zene, amit nagyon ugyanúgy szeretünk és tényleg imádunk, például a Diane Tourd vagy mindegy, a lényeg az, hogy egy csomó zene meg olyan, amit tényleg hidegrálsz tőle, és jó, amit értem, én hallgatok, azt te meg csak egyszer csak ideggörcsöt kapsz, tehát hogy ez ilyen. Jó, igen. De te meg érthető okok miatt a bulizást mondtad. Mindegy. Igazából szerintem azért jól sikerült így ez a... Jól sikerült. Kihívás. Én élveztem amúgy. Igen, én is élveztem. Nyilvánvalóan nem mondtuk. Minden ember különbözik, de tömi ugyanúgy szerethetik egymást. És köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Igen, nagyon köszönjük. És hogyha tetszett nektek, illetve szeretnétek még Arionnal videót, akkor mindenképp lájkoljátok. És ha nem lennétek feliratkozva, akkor... iratkozzatok fel a csatornámra, és köszönjük még egyszer, hogy megnéztétek. Legyen csodaszép hetetek, sziasztok! Világbéke. Jó, oké, akkor újra. Sziasztok!